milyen az, amikor beüt a divigél. Az érintett egyéneknél gyakran hallucinációt, zavartságot, agressziót és nemi identitás zavart vált ki a szer. Nem túl gyakran, azonban némely esetben előfordul, hogy a beteg antiszemita földön kívülinek hiszi magát. Ilyenkor különösen veszélyesek, nem szabad őket megközelíteni, mivel azonnal támadásba lendülnek. A beteg általában hajléktalan. Fogadjuk be otthonunkba a zavart elmeállapotú entitást, hogy terápiás célból live-ozhasson és szétszarhassa a vécénket. A mellékhatásokat csak és kizárólag tyopronival. Esetenként donéssel lehet kezelni. Semmiképp se hagyjuk, hogy negatívan befolyásoló személyek vegyék körül a beteget zárójel, jutka, sodi, zárójel bezárva, mert ezáltal a mellékhatások súlyosbodhatnak. A legjobb, amit tehetünk, hogy várunk és dokumentációs célzattal felvételt készítünk a beteg viselkedéséről. Mindig tartsunk magunknál vésztyopronit az esetleges sérülések elkerülése véget. A készítmény alkalmazása előtt konzultáljon kezelő orvosával, gyógyszarászával.